A járvány utánra halasztaná az MSZP a házi orvosok praxis közösségekbe léptetését, a párt szerint ugyanis jelenleg ez lassíthatja az oltási hatékonyságot. A szocialisták azt is nehezményezik, hogy az oltási kampányt úgy terhelték a házi orvosokra, hogy érdemi segítséget nem adtak nekik. Szelényi Zoltánnal és Újhely Istvánnal beszélgetünk. Dr. Szelényi Zoltán, az Orosházi Kórház főorvosa és Újhelyi István, a Szocialista Párt Európai Parlamenti képviselő. Jó estét kívánok, uraim! Képviselő úr hadgyerekes apaként aggódik, és azt mondja, hogy több információt vár az MSZP a koronavírus gyermekekre gyakorolt hatásáról. Van-e a világnak több információja? Tehát lehet-e olyan információt számon kérni a kormányon, aminek ebben a pillanatban talán a világ tudósai sincsenek birtokában? Lehet, mert aminek viszont birtokában vannak, azt én, mint szülő igényelném, hogy arról tájékoztasson a kormány. Ugye azon akadtam ki, hogy megint közpénzmilliárdokból teleszórják értelmetlen és semmit mondó kormány dicsőítő plakátokkal, gigantposzterekkel az országot, miközben egyébként sem az orvosok, az egészségügyi dolgozók, sem pedig mi, mint lakosok nem kapunk valódi tájékoztatást arról, hogy mit kell tegyünk. És ugye azt a példát hoztam, hogy ez mégiscsak felháborító, és ez egy dolog, hogy én egyébként hozzáférek mondjuk a WHO-nak a kutatásaihoz, és megnézem, vagy olvasok nemzetközi sajtót, vagy európai parlamenti képviselőként, a szakbizottság tagjaként eljut hozzám információ. De az nekem 2-5 éven alatt gyermekem is van, és most mindenhol azt olvasom, hogy bár a megbetegedés aránya az alacsony szerencsére, tehát nem riogatni akarom a szülőtársakat, de ott viszont, akik kórházba kerülnek egy szövődményes beteg köszönhetően 60%-a a gyerekeknek a Heimpálban például intenzívre kerül, és nagyon-nagyon súlyos helyzetbe. És nem tudunk semmit szülőként arról, hogy egyébként mit kell tudjunk, mire figyeljünk, mikor forduljunk orvoshoz, mikor nem egy nátha. Ez egy példa volt arra, hogy a kormány koncentráljon arra, hogy tájékoztat, és ne propagandát folytasson. Orvosként tudnak valamit arról, és aztán majd beszélünk a házi orvosok helyzetéről is, hogy a gyerekeknél miért működik ez így egyfajta, lehet, hogy rossz a kifejezés, dupla vagy semmiként, tehát hogy vagy egyszerűen lábon kihordják, vagy hogyha nem, akkor mégiscsak sokan kerülnek, azt mondták, hogy a gyerekek kétharmada súlyos állapotban. Hogy ez miért? Hát a kórházi eseteknek a kétharmada, tehát önmagában azért hál' Istennek a gyerekek többsége teljesen könnyedén és tünetmentesen átvészeli ezt a betegséget. Én azt gondolom, hogy itt az immunrendszerbeli különbségek játszanak szerepet, akinek ugye genetikailag hevesenben reagál az immunrendszere egy ilyen fertőzésre, ott alakulhat ki ez az úgynevezett többszervi elégtelenség, ami hát intenzív terápiát igényel, de ezt valószínűleg előre pillanatnyilag a világ egyetlen tudósa nem tudja megmondani, hogy ki lesz az, aki ilyen súlyos állapotba kerül, és ki lesz az, aki pedig könnyen átvészeli a fertőzést. Ugye főorvos úr a házi orvosokért emelt szót, azt mondja, hogy úgy szakadt egy csomó plusz feladat a nyakukba, hogy ehhez semmiféle kormányzati segítséget nem kaptak. Nem lehet-e, hogy a helyzetből fakad? Tehát nyilván, aki egy világjárvány közepén orvosként dolgozik, annak egy csomó plusz feladat szakad a nyakába. Mert ez a foglalkozása. Igen, hát nagyjából egy hónapja ebből a székből mondtam azt, hogy a házi orvosi rendszer alkalmas lehet egy oltási kampány véghezvitelére, de én azt magam sem gondoltam, hogy ezt... Akkor most magára vethet, mert odafigyeltek. Odafigyeltek rám, de magam sem gondoltam, hogy mindenféle logisztikai háttér nélkül jelentősebb anyagi ráfordítás nélkül, hát ezt rájuk testálja a feladatot a kormányzat. Ugye én elég sok kollégámmal beszélgettem itt az utóbbi hetekben, ellentmondó információk jutottak el hozzájuk, ugye először arról volt szó, hogy be kell rendelniük a betegeket, aztán kiderült, hogy az idős betegeket mégiscsak az oltópontokra kell szállítani, ennek a lebonyolítását már nem magának a fizikai szállításnak, de a családokkal történő egyeztetés és a betegekkel történő egyeztetés is a házi orvosok dolga volt. Most pedig, ahogy újra a rendelőkben lehet oltani, hűtőtáskákkal szaladgálnak az elosztó pontokra, és saját maguknak kell megoldani az oltóanyag szállítást. Az adminisztrációs feladatokról nem is beszélve, a betegek kiértesítése. Tehát nyilván ez egy plusz feladat. Én azt gondolom, hogy az teljesen rendben való, hogy
az egészségügy próbál teljesíteni ebben a nehéz szituációban, de például a logisztikában például lehetne segíteni, hogy kiszállítják a rendelőkbe az oltóanyagokat, vagy esetleg központilag küldik ki a behívókat az oltandók részére. Igen, csak az egész világ keresi most a legjobb gyakorlatokat, tehát hogy van-e egészségpolitikai felelőssége ebben a kormányzatnak, hogy nem biztos, hogy elsőre tudja, hogy hogy lehetne a legjobban ezt megszervezni. Egy olyan helyzettel állunk szembe, amivel nem nagyon találkozott még a világ. És a többi kormányzat találkozott ezzel, mert hogy egyébként... Van elég sok bukdácsolás a világban, ahogy persze, nézem. Persze, de hát ugye november elején kezdtem én is ebből a székből követelni a kormányzatot, hogy tegyék már nyilvánossá az úgynevezett oltási tervet, ami nincs, a mai napig nincsen. Hogy mindenki lássa, egészségügyi dolgozó is lássa a dolgát, és mi állampolgárok is tudjunk hozzá idomulni. De az a fejetlenség, hogy most jön a hír, hogy ma is 19-20 éves fiatalokat kiértesítettek, akiknek semmifajta mehetnek oltásra. Semmifajta egyéb betegségük nincs, hogy menjenek oltásra. Olyanok, akik nem is jelentkeznek egyébként, nincsenek regisztrálva. Miközben ismerek 94 éves és egyéb betegségekkel is, alapbetegségekkel is bíró dédnagymamát, akinek még nem sikerült beoltsanak. Szóval ezek a kaotikus dolgok, amik miatt mi egyébként, én mint politikus és a szakma segítségét hívva, mint például Zolinak a segítségét hívva, keressük azokat a javaslatokat, amelyeket mondjuk akár egy ellenzéki pozícióból az MSZP meg tud tenni, meg tud fogalmazni. Tegyük hozzá, hogy, és ez fontos, mert én tudom, és ez fontos Zolinak, most nem a főorvosi székében ül itt, hanem kifejezetten, ha úgy tetszik, szakértőként, közgazdászként, orvosként az MSZP egészségügyi kabinetjének vezetőjeként, tehát nem képviselheti az egészségügyi intézményét, de ezzel együtt az a szaktudás, azt szerintem meg kellene hallgassa a kormányzat. Az Európai Egészségügyi Unió, amiről beszélünk, ebben dolgozunk együtt, az már arról is szól, hogy egyébként ezeket a legjobb praktikákat, ezeket az egyik tagállam a másiktól vehesse át, és nem tudom, hogy mennyire figyelték a televízió nézők, ma egy nagyon fontos bejelentést tett az Európai Bizottság, újabb 300 millió Moderna vakcináról sikerült megegyezni, és felkészült most már az Európai Bizottság arra is, hogyha jönnek az új variánsok, jön az új mutáns, bármi, a mostani ismert vagy későbbiek, azokra is sokkal hatékonyabb és gyorsabban tudjunk vállalni. Ugye ezeket az oltóanyagokat, ezeket a házi orvosoknak kell majd beadni a jelenlegi tudásunk szerint, és azt mondta, hogy ilyen szempontból is halálosan elhibázott lépés. Február 28-áig, ugye néhány napig kell dönteni a házi orvosoknak, hogy a praxis közösségekbe belépnek-e. Segítsen egy laikusnak megérteni, hogy miért dilemma az egy házi orvosnak, hogy ebbe a praxis közösségbe belép vagy nem lép be. Ha belép, akkor több pénzt kap. Miért kell akkor ezen sokat gondolkodni? Tudnivaló, hogy a házi orvosok majdnem fele 60 év fölötti, és némelyikük pedig már jóval nyugdíjkorhatáron túl. Én azt gondolom, hogy ezek az idős emberek megszoktak egy rendet, egy rendelőt, saját praxisukat, ami az ő tulajdonukban áll. Ez továbbadható, esetleg ez az ő aranytartalékuk a nyugdíjba vonulás esetére. A praxis közösségnél nincsenek tisztázva a tulajdoni jogviszonyok, ki lesz a praxis közösség tulajdonosa, esetleg egy külső cég, és az orvosok csak alkalmazottak lesznek. Illetve maga ez, hogy lazább és szorosabb praxis közösség, ez sincs kellőképpen körülírva, mi lesz az egyes orvosoknak a feladata, felelőssége. Szakmai egyeztetés nélkül gyakorlatilag igen rövid határidővel született meg ez a jogszabály. Én azt gondolom, hogy erről egy szélesebb vitát kellene a háziorvos kollégákkal nyitni, és legalább a járvány utánra, vagy az oltási kampány utánra halasztani a döntést ebben. Csak az ügyben. Egészen konyhanyelven, tehát ez valami olyasmi dilemma, hogy mondjuk a régi kis éveken át, vagy évtizedeken át építgetett kis családi cukrászdát bevigyem-e a szövetkezetbe? Ez a kolhozosítás, magyarán a házi orvosok részére, igen, fogalmazhatunk így. Oké, megértettem. Jó, a kétségei ellenére, tehát, hogy amiket elmondott itt a gyerekek veszélyeztetésével kapcsolatban, nincs szó a gyerekek oltásáról. Ez például szintén egy elég
És sehol az Unióban nem beszélnek arról, hogy a 18 éven aluli, 18 év aluli, a 18 év aluli gyerekeket oltani kellene. Ezt a kritikámat és ezeket a kérdéseimet az Európai Parlamentben is felteszem. Hiszen, bocsánat, de mi a különbség az én 16,5 éves, a 18,5 éves és a 20,5 éves gyermekeim között? Meddig nem kap? Amikor mondjuk ősszelbe tölti, vagy jövő tavasszal 18-at, vagy nyáron valaki, akkor majd sorban állhat. Ezekre tudom, hogy egyre szakmai válasz nincsen, és a nyájimmunitás az a felnőtt lakosságnak a nagy többségnek a beoltását értjük. Így készül az Európai Unió is, de eljön egy pillanat, amikor muszáj valami fajta válasz a gyermekekre. De egyébként én azt olvasom, hogy a fiatal felnőtteknél, a tinédzsereknél valóban nagyon-nagyon ritka, hogy bármilyen szövődmény legyen, amiről én beszéltem, az a óvodás kisgyerek korosztály, amiről viszont elvárom, hogy több tájékoztatást adjon a szakma és a kormányzat. Újhely István és Szelényi Zoltán, köszönöm szépen a beszélgetést. Rövid reklámszünet következik, utána folytatódik a műsor. Számítok a figyelmükre. Köszönöm.